Rengeteget beszéltünk már a reformkorról. Milyen téma nem került még elő? Engem a férfi és a női szerep érdekelne. Hogy én tudnék mesélni erről? Egyértelműen a férfiaké volt minden szerep, a férfiak irányították a házat, a nők pedig nem csináltak semmit, de semmit. Drága Lajoskám! Lajoska? Igen, aki végre köztünk marad. Drága uram, jöjjön már meg ennek az esze, hát a keresztülők se akarják, hogy így nevezzük. Drága uram, maga egy költői lélek. Találjon már másik nevet a gyermeknek. Józsefem, hát nehogy már az asszony mondja meg a gyermek nevét. Már csak van valamilyen név az eszébe. Nézze, hoztam még pálinkát is, hogy simogassa az elméjét. Drága uram, válaszol már nevet a gyermeknek! Móricz! 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 Na, látja, még az asszonynak is tetszik. Hát ki fogtam a szelet a vitorlábú? Már csak arra vagyok kíváncsi, hogy a szekeres gazdáknál a sok Móricz mit fog szólni ehhez.